Azt gondolnánk, hogy lassan öt évvel a migrációs válság után Európa felelős politikusai végre belátták a bevándorláspárti politikájuk kudarcát. Sajnos nem ez a helyzet, most éppen az európai liberálisok tettek le egy újabb javaslatot az Európai Parlament asztalára. A magukat Európa megújítónak tekintő Renew Europe politikai csoport azonban olyan javaslatokat tett az asztalra, amelyek kísértetiesen emlékeztetnek Soros György 2015-ös tervére. Lehetőséget, nem pedig veszélyt látnak a migrációban, menedzselni akarják, nem pedig megállítani, ösztönözni akarják a bevándorlók beáramlását és a családegyesítést, állampolgárságot szeretnének nekik adni, illetve arra köteleznék az európai tagállamokat, hogy kötelezően vegyenek részt a migránsok szétosztásában, és sokkal több szerepet, sokkal több lehetőséget adnának azoknak az NGO-knak, amelyek eddig is aktívak voltak a bevándorlás segítésében. Mi ez? hanem a 2015-ben már látványosan megbukott bevándorláspárti tervek leporolása és újra napi rendretétele. Bár nevükben Európa megújításáról beszélnek, mi pontosan tudjuk, hogy ezek a tervek Európa pusztulásával járnának. Magyarország kormánya, ahogy az elmúlt öt évben is, következetesen a magyar emberek jogait és érdekeit képviseli az Európai Unióban. Mi azt gondoljuk, hogy Magyarországot meg kell őrizni Magyarországnak, Európát pedig meg kell őrizni Európainak.